Én kezdem? Niki Gergő. Várj, nincs kicsit. Niki. Nincs Niki. Nincs Niki. Mondhatom. Én úgy tudok róla, hogy nincsen. Mindegy, ha lenne, akkor Gergő. Gergő. De a szöveget is be kéne mondani közé. Ha lenne, vonna. Hát mindjárt ezt utána. Lila. Mókusos. Mondom én. Tessék. Álljon ki a mókusok ellensége. A mókusok ellensége. Az jobb. Az még egyértelműbb. Niki, akkor mennyire biztos, hogy nincs itt? Nem baj, de talán kinek is van mit. Hát ja. Ha mégis lenne. Vagy improvizálsz? Előre tekerem. Én benne vagyok. Oké. Okay. Tök szépen haladjunk. Jó, neki ez kitalálom majd közben. Oké. Okay. Álljon az a lány, aki mindent elsőre tud. Mit mond? Van ilyen. Mondott. Aki mindent elsőre tud. Hó, kinek ide? Hó! Hó, tényleg? Itt az... Anja. Édesanyja. Várjál, Jenny mama nincs itt? Nincs. Sorrend megyünk, Jenny, Niki, ha van, Niki... Nikinek van szület. Lilla, milyen? Igen? Gyertek, ne féljetek! Nem bánt a bácsi! Na hova van? Ide állítjuk őket falhoz? Ki lesz vödörös, ki lesz szódás? Én maradok a vödörnél. Én most maradok a vödörnél. Akkor ide állíts. Aj, Dodo, ne! Én nem... Sziasztok! Hello, anya! Sunshine, vigyen! A kulcsomat leteszem ide, nagyon jó. Az Úr 2017. évében újra megjelent a Szent Csillag, mely a pásztoroknak s a három királyoknak mutatta az utat. A... Nem. Van ez így. Tehát, 1984 éve feszítették keresztre Jézust. A níceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tartja a húsvétot. Mint ez köztudott, a 6. században megalkotott Dionysos Exiguus eljárás a húsvéti időpont kiszámítási alapja. Ez kézenfekvő. Mindenki tudja. Ideális. 2015-ben Ferenc pápa bejelentette, hogy készek megváltoztatni a húsvét számítási módját, de azóta nem történt semmi. De miért locsolunk? Húsvét hétfőn, ne szagos! Húsvét hétfőn, ne szagos a leányka! Szódavizet seje haj, szódavizet melle közel kívánja! Nem vagyok én fukar legény, spriccelet! Ha uncutul mosolyogsz, akkor pedig lehúzom a slicemet! Régi-régi a szokás, húsvét hétfő locsolással kezdődik. Ilyenkor a szép leány pizsomáról negrizsére vetőzik. Kifesti a tojásokat tarkára, ráhúzza őt a legény, ráhúzza őt a legény a dunyára. Hajszára! No, álljon ki az a leány, aki vezet egy együttest. Ajaj. Előrébb, nyugodtan, gyere, gyere, úgyis előláttam. Nyáljunk ki! Hangzik a jól ismert strófa, akkor már tudjuk, nincs itt semmiféle móka. Negyedikre költöztél, ez de a ötlet. Felpakolunk egy körből, az belőle ötlet. Nem szídjuk mi anyukádat, mert szeretjük nagyon. Amivel te tartozol, az már egy kisebb vagyon. Beválthatod pálinkára, sörre, borra. Mi van itt? A macskádból csinálunk egy jó a kínai. Meglocsolunk téged, elneher vagy nekünk. Engedd, hogy melleidre szóda vizet tegyünk. Köszönjük szépen! Summer's body!
Jézus. Sánsány vik, mint jó, ebben guba. Vár téged ott egy kis foltos kutya. Dunaföld vár Kecskemét, arra visz az utad, ne legyél te szomorú, hogy pörkölt lesz a nyulat. Barátod a Gábor, mert megmozgat egy hegyet, munkahelyén egyébként őrizni a fegyet. Legyen szép a húsvét, ázzon el a hajad, menjél ki a rétre, ott... le a badar. Gergőt is acsoljuk, megérdemli. Kis mókus, felmászott a fára, ebből a poénból elő lesz már mára. A szénsényben bőszen koptatod a padot, s a táncban magad vezetni is hagyod. Minden próba után más kocsi jön érted, mindenből ötös van. Ezt érted? Maradj soká köztünk, szeretünk, ezt tudod. Reméljük a mókus ültet, soha meg nem unod. Jó lesz. Öreg csirke vagy már, régóta itt táncolsz. A Facebookon meg kacskós bejegyzéseket lájkolsz. Jó barátok, Harry Potter, ez nálad a módi. Lefröcskölünk téged is, Kálózi Nóri. Szemőbeli Sunshine! Meg az öreg zsíve. Nem ilyen alkoholt, mert beságulsz. Minden. Sok gyereked van, pedig nem szültél. És lassan itt az érettség. Szültél? Heti kétszer, végkedően, táncolsz a misivel. Az alkalmasságért készülsz, és kell azonni kivel. Kívánjuk, hogy teljesüljön az álmod. Ezért megracsolunk téged, mert tudjuk, hogy ezt kívánod. Most már biztos, többé el nem hervadtok, legyen szép a húsvét ünnepe nektek, bocsánat, ha kicsit vizesek lesztek. Hosszú évek óta már mindig jövünk a vasasos lányokat meglocsolni, hiszen fontos, hogy ne hervadjanak el. Részben ezt a szép szokást is szeretnénk ezzel fenntartani, illetve az együttesünk csapat életét is együtt tartani. Egyik mozgatórugónk, Pásztor Máté barátom volt az ötletgazda, hogy jöjjünk. Ilyenkor mindig egy kis előkészület természetesen az egyénre szabott szövegek megírása, és utána hát ez a kiteljesedés, amikor előadjuk és megjutalmazzuk a lányokat. Reggel 8-kor indulunk, ugye hosszú évek alatt az alakult ki, hogy a lányok egy-egy ilyen gócpontba összegyűlnek, így nem kell mindenkihez elmenni. Már kialakult ügyfélkörünk van, ahova megyünk, és már a lépcsőházban lakók is várnak minket. Reggel 8-kor találkozunk az MMK előtt, elpróbáljuk még egyszer a szövegeket, és onnantól elindulunk, és ez egy egész délutánban nyúló attrakció. Jelenleg is több olyan táncos van itt a felvonulók között, illetve locsolók között, akik már nem aktív tagjai az együttesnek, ők különböző okokból mentek el, máshol tanulnak, de például erre az alkalomra is visszajönnek, és ennek örülünk. Vannak olyan lányok is, akiket meglocsolunk, akik már nem aktív tagjai, de hát ez a vasas mindig mondjuk egy nagy család, és ennek a családnak ez egy nagyon szép szokása.